2024-2016 még napján tartandó alapjövésén. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Cseszén, amikor aki a helyi választási bizottság elnöke, illetve a képviselő társakat is valami megjelent csekkélet napos. Szeretnék a napirendi pont előtt néhány gondolatot megosztani a tisztelt megjelentek és képviselőkkel. Körülbelül 7,5 percben, remélem, hogy ezt megértitek. Tisztelt helyi választási bizottság elnökasszony, tisztelt jegyzőasszony, tisztelt képviselőtársak, kedves vendégeink! 10 évvel ezelőtt álltam itt önök előtt először, mint újdonsult polgármester. Az elmúlt 10 évben nagyon sok minden változott körülöttünk. Az elmúlt 10 évben igyekeztünk egy olyan települést építeni, ami kiszolgálja az itt élők igényeit és erősíti a közösségeket. És valamennyi döntésünk mögött fellelhető volt az empátia, a szociális érzékenység, a fejlődés iránti elköteleződés, a szolgáltások minőségi javulása, új szolgáltások biztosítása, a közösségek támogatása, intézmények fejlesztése. Egy szóval valamennyi döntésünk mögött a fenntarthatóság áll, és ez jellemezte eddigi törekvésünket. 10 év alatt elértük, hogy településünkön működő intézmények és működő közösségek vannak. Természetesen voltak olyan kezdeményezések, melyek nem tudtak sikerre jutni, vagy még nem értek be. De a mindenkori településvezetés feladata, hogy a közösségeket támogassa és segítse, ha azt kérjük tőle. Nem volt könnyű az út, de mondhatjuk, hogy per astra ad astra, azaz görömbös az út. Az elmúlt 10 évben a testület több mint 290 ülést tartott, ami ugye azt jelenti, hogy 29 ülés átlagosan egy évben, de voltak olyan kezdeti évek, talán 2016 vagy 2017, amikor 50 fölötti testületülést tartottunk, az minden nap, minden hétre jutott egy ülés. Határozatot több mint 1300-at hoztunk. Ez is azt mutatja, hogyha objektíven nézzük, hogy demokratikus, úton és maximális képviselői tájékoztatás mellett jutottunk el településünk jelenlegi állapotáig. A 2024-es választáson kialakult ellentét egy normális világban nem fordulhatott volna elő. De tudjuk, hogy a világ nem normális. Amikor a modern európai gazdaságban mindenkinek van munkahelye, vannak elérhető egészségügyi szolgáltások, és a dolgozó embereknek van lehetősége nyaralni menni, fejlődni, anyagiakat felhalmozni, kimondhatjuk, hogy jóléti társadalomban élnek. Akkor is vannak olyan vezetők, akik háborút szítanak, gyűlöletkampányokat építenek, választásban érdekelnek. Igaz ez nemzetre, térségre és településekre egyaránt. A jövőnk rajtunk múlik. A kérdés, hogy milyen okot választunk. Magyarország népesség számának drasztikus csökkenése már oda vezetett, hogy a településeket valós veszélyként fenyegeti az elnéptelenedés. Már mi magunk is tudjuk, hogy a legkisebb földrajzi egység nem a település, hanem a mikrotérség. Mivel egy mikrotérség képes arra, hogy biztosítsa azon elérhető szolgáltásokat a lakosság számára, amivel a vidék fenntartható és élhető marad. Ilyenek az egészségügyi ellátás, a kisgyermeknevelés, ugye a bölcsődén keresztül az óvodáig, az oktatás, a 8-osztályos általános iskolába, a munkahelyek létrehozása, a munkahelyek megvédése, lakhatás és a sport és hobbi tevékenységeknek adott infrastruktúra biztosítása. A demográfiai válság és az egyenlőtlen gazdasági környezetek miatt az önkormányzati finanszírozási rendszer sajnos folyamatosan változik. Egyik alkalommal elvonások kerül a súlyadó 50%-a, vagy másik alkalommal elvonások kerül a másik 50%-a. Másik alkalommal létrehozzák a Magyar Falu programot, amelyet célzottan segítik a kis településeket, hogy fejlesztéseket tudjanak végrehajtani, most pedig bejelentik a versenyképes járások programot. Egy állandóan változó rendszer nehéz megérteni, de nincs idő hezitálásra, át kell látni és alkalmazkodni kell az új szabályokhoz, hogy felmaradjon. Nehéz beismerni,
de a múlt héten bejelentett módosítások részben mégis jó. Mivel egyértelműen összefogásra és közös gondolkodásra ösztönzi majd a településeket, ezáltal létrejöhetnek azon fejlesztési központok, melyek több településből állnak, és települések képesek lesznek, amennyiben a települések képesek lesznek maguk mögött hagyni önző lényüket, akkor tudatosan egy térségért és közösségért fognak dolgozni a térség a mi érdekünkben. Ahhoz, hogy környezetünkben továbbra is meghatározó példaértékű település maradjunk, irányítható összefogásra és az ellentétek feloldására van szükség. Kommunikációra, egymás elfogadására, és nem csak az önkormányzatokon belül, hanem a település civil szervezetei és egyházai belül is. Bízom benne, hogy a település valamennyi civil szervezete és egyháza azt az utat követi, ahol az építkezés zajlik. Mert a rombolás még nem vezetett jóra. Szép dolgok az építkezésből születnek, és a közösségek erejéből. Ezért bízom abban, hogy a hibákból való tanulás, mint emberi kompetencia megjelenik az életünkben, és nem a hosszú. Az előttünk álló időszakban képesek leszünk ezt szem előtt tartani. A Bakony keleti kapujában a következő 10 éve fogja meghatározni azt, hogy unokáinknak tudunk-e olyan élhető környezetet teremteni, ahol jól élünk. Az önkormányzatunk elsődleges feladata a következő 5 évre a szociális hálózat fenntartása, az intézményhálózatunk fenntartása és fejlesztése, civil szervezeteink támogatása, egyházaink támogatása, a térségi önkormányzatokkal közösen fejlesztési tervek kialakítása és térségi együttműködés erősítése. Bízom benne, hogy a megválasztott testület kellően erős és bölcs lesz ahhoz, hogy döntéseivel Csepény és a térség fennmaradását elősegítse. Köszönöm szépen! Ismertettem a kérdő pontokat. Az első napjelenő pont, Csepény helyi választási bizottság elnökének tájékoztatója 2024. június 9-i önkormányzati választások eredményéről. Előadó Cseszneti Anikó helyi választási bizottság elnök. Azt követően önkormányzatok, önkormányzati képviselők estőtétele, előadó Cseszneti Anikó helyi választási bizottság. Polgármester estőtétel a valamennapi rendi pont előadó Cseszneti Anikó helyi választási bizottságának. Negyedik napi rendi pont polgármester tiszteletdíjának megállapítása előterjesztő dr. Turnátoros Nikolett Jelzokszor. Ötödik napi rendi pont alpolgármester megválasztása és estőtétele. Előterjesztő Magyar Tiak polgármester. Hatodik napi rendi pont alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása előterjesztő Nagyatérnök a polgármester. Hetedik napi rendi pont, ügyrendi bizottság tagjának megválasztása és estőtétele. Előterjesztő Nagyatérnök a polgármester. Nyolcadik napi rendi pont, Csepény Szápár önkormányzatok óvoda intézmény társulás társulási tanácsának tag delegálása. Előterjesztő Nagyatérnök a polgármester. Kilencedik napi rendi pont, Győr nagytérségi hulladékgazdálkodási önkormányzati társulás társulási tanácsának tag delegálása. Előterjesztő Nagyatérnök a polgármester. Tizedik napi rendi pont, a Burza-Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat 2025 évekig pályázat fordulójához való csatlakozásról döntés. Előterjesztő Nagyatérnök a polgármester. Kérem a tisztelt képviselőtől, hogy a napi rendi pont javaslatokat az kész szervezetéssel jelezik. Szeretném kérdezni. Igen. Azt szeretném kérdezni, hogy az ötös napi rendi pont az alkotmányosnak nem kellene egy szavazóbizottságot előtte választani, mert ez nincs a napi rendben. Ez a hozzánk hasonló folyamathoz, amikor az alpolgármester megválasztjuk a hosszavazásra, akkor fel fogok kérni három személyt a részközelő bizottságban, és azt megszavazunk, illetve azt mondjuk, hogy megöltjük a törvényességét, azt természetesen megszavazunk, utána titkosszavazást rendelünk el, nem zárkülést. Amikor nem jön a titkosszavazás, akkor a három megválasztott szavazatszámlából kimegy, de itt van azért még az urna,
ahol mindenki beledobja a szavazatát, kimegy, megszámolják a bizottság elnöke, visszajön, elmondja, hogy eredményes volt a választás, és folytatjuk tovább. Köszönöm szépen a többiek, hogy a napjának javaslatot kérem készítettesse össze. Köszönöm szépen, tépítem ember. Átadnám a szót. Köszönöm. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt megjelentek. Mint a helyi választási bizottság elnöke, tájékoztatom önöket, hogy 2024. június 9-én megtartott polgármesterek és helyi önkormányzati képviselők választása a választási eljárásról szóló 2013. évi 36. törvény, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi 50. törvénynek megfelelően rendben lezajlott. A helyi választási bizottság három tagja a határidők pontos betartásával végezte el munkáját. A választáshoz kapcsolódó előkészítő és lebonyolító munkával kapcsolatban kifogás nem merült fel. A választáson az 1510 fő négyezében szereplő választópolgárból 1132 fő jelent meg, ez 74,97%-os részvétel. Kettő polgármester jelölt és 16 képviselő jelölt indult a választáson. A szavazatok összeszámlálása után a következő végelés eredmény született. Polgármester Nagy Attila 554 szavazattal. A lakosság szám alapján a megválasztható képviselők száma 6 fő, tehát a helyi önkormányzati képviselőtestület tagjai: 1. Deni Máté 650 szavazat, 2. Barba József Endre 542 szavazat, 3. Nagy Andrea 527 szavazat, 4. Bognár Barnabás 514 szavazat, 5. Kavacs Zsolt Kálmán 448 szavazat, 6. Szita János 443 szavazat. Ezután köszönöm a választás lebonyolításában résztvevők áldozatos, lelkiismeretes munkáját. Gratulálok a megválasztott polgármesternek, képviselőknek és eredményes munkáját. Most az Eszti Péter következik, kérem először a képviselők Eszti Péter. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 210. évi 189-es törvény 28. paragrafus 3. bekezdése szerint az önkormányzati képviselő a képviselőtestület alakuló ülésén esküt tesz és erről okmányt ír alá. Így megkérem a képviselőket, hogy az esküszövegét szíveskedjenek utána mondani, és az én szócska után mindenki a saját nevét mondja. Én becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez üldözök. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez üldözök. Jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. Jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. A képviselői tisztségemből eredő feladataimat a képviselői tisztségemből eredő feladataimat csetény fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segíten. Még egyszer gratulálok, és eredményes munkát kívánok. Köszönöm szépen.
És most következik a polgármester képviselőjével. Én, Magy Attila. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. A polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Csepén fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Istenek segítségével. Köszönöm. Polgármesteri gratulálok a ismételt megválasztásához. Sok sikert, jó egészséget és eredményes munkát. Köszönöm szépen. Negyedik napján
jelenlegi esetben az alkalmányosra választás. A Csetén esetében ugye 2024-ben szeptember 30-án még az utolsó pillanatban hoztunk el egy SMS módosítást, aminek az volt a lényege, hogy kettő alpolgármesterre szeretném ellátni időben az önkormányzati teendőket. Ennek csupán annyi az oka, hogy én ismételten munkával járok és dolgozom, és úgy ítélem meg, hogy olyan feladatok állnak előttünk, ami két alpolgármester munkáját teszi szükségessé. Egy alpolgármester segíteni fogja tevékenységemet a beruházások területének, másik alpolgármester pedig a kulta és tartalmában lesz jelen, illetve az önkormányzatban tud még egy kicsit jobban segíteni, mert mind a kettő jelen lesz. A két alpolgármester javaslatunk van, nem a sorrend a lényeg, a sorrend az átbőci szerint van, hogy a Bognár Barbás szeretném, mert a tisztsége felettén is volt bőrösetemben képsőtársnak. Volt alpolgármester, hogy szeretném el a tisztsége felettén. Kérdezem azt, hogy vállalják-e? Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy kell ez egy megjegyzést tenni, de talán én a saját elfoglaltságon kívül azért azt is szeretném hozzátenni, hogy Balgő Zsökönyök a képviselőtársa egy nagyon zivatos időszakban lett képviselő, a polgármester, és mégis képes volt az elmúlt időszakban mindig higgadt fejjel és objektíven jól dönteni, és segíteni a munkának. Először elgondolkozott azon, hogy a 2024-29-es időszakban nem egy képviselő szeretne maradni. A kérésemben ismét megmérette magát, megmérettette magát, és láthatóan a választók jelentős része támogatta őt ebben a szerepben, és ezért ismételten képviselő. Bognár Barnabással kapcsolatban szintén azt gondolom, hogy ami 2014-ben, pont 10 évvel ezelőtt ellenfele voltunk és nem ellenségek. Majd 2019-ben Barnabásnál megkerestem azzal kapcsolatban, hogy mégis szükség lenne rá a képviselőtestületben, és jöjjönnek képviselőnek, amire akkor igen mondott, és szerintem jelentős fordulat ért, hogyha van egy kis településen. Mindannyian tudjuk, hogy 2026-ban 700 éves lesz a település, ami azt jelenti, hogy egész éves programsorozatot szeretnénk majd megvalósítani, ami nem csak az önkormányzat valósítja meg, hanem a civil szervezetek és egyházak is egyaránt. Már most is készülni kell, illetve annyi eseményünk rendezvényünk van, talán 60 fölötti rendezvény van egy évben, hogy a közművelődési munkatársnak, a Polica Látogató Központ vezetőjének egy kis segítség is jól jön, ezért Barnabás ebben is részt tud venni, illetve a jövőt illetően az oktatási rendszer átalakítása is hozhat olyan plusz az ő szakértelmét, és képviselőasszony szakértelmét is használ. Valójában a kettőnek ez az indoklás. Akkor először szólok ilyen a bizottságban. Lehet kérdezni? Én nem tartom a két alpolgármester választását, tudom, hogy erre már született egy SMS határozat. Azt nyilván elfogadom, hogy társadalmi munkával végzett, tehát szükséges nyilván a polgármester választása, de nem lehet olyan több lehet munkát, ami igényelni ezt a két alpolgármester. Nem az ő személyekkel van bajom, de azért azt tudnia kell a lakosságnak, hogy ugye önkormányzati forrásból kell az alpolgármesterek tiszteletdíját is fizetni, illetve a polgármester úrnak is a boltban 50%. Tehát egy bizonyos normatívát itt az állam, és a pluszok pedig az önkormányzat. Tehát nem tudom, hogy a költségvetés ezt például mennyire állt rá. Hát mi van akkor, hogy valaki mondjuk nem érdeket a két alpolgármester? Köszönöm szépen! 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 Köszönöm szépen
nem biztos, hogy mindenki tisztában a rendszer, és várja a lakosság szerintem azt, hogy miért kellett itt a mi kis községünkbe, ezzel alig akkor a napok hány hóval, 1800 fölben, hogy milyen szükséges volt a polgáros. Én azt gondolom, ez indultásnak elmondtam, amiket a később azt mondom, hogy volt lehetőség az előző időszakban részt venni azokban a megbeszélésekben, amelyeket egyeztettük. Nem volt szavazati jog, azért teljesen mindegy, hogy otthonról ülök, vagy az asztalnál. Ez nem igen, hogy csak szavazati jog van múlik, én azért abban bízunk, hogy jövőben nem tudok, hogy abban részt vettük, és ilyen munkájában, akkor hát ezekre ott időben választok tudni kapni, és csak egy képviselő tudja a választók felé azokat az állításokat, amiket mi megfogalmazunk. Valóban az, hogy a polgármester a tiszteleti irányzat részben finanszírozza az állat. Viszont ne felejtsük el azt, hogy az alpolgármestereknek a tisztelet díja eddig is megvolt egy meghatározott összeg a 2014-19-től 2024-ig. Én jelenleg arra figyeltem, kimondottan figyeltem rá, hogy a költségek olyan módon kerüljenek, hogy inkább csökkennek a 2019 és 2024-hez képest, hiszen akkor volt a végén egy főállású polgármester, hiszen 9 év után egy főállású polgármester lettem, és volt egy a társadalmazítási polgármester, a tisztvezetőnek 90%-áig foglalkozott a polgármester, de ez az egész időszakban volt. És a mostani javaslatom az a két alpolgármesternek a tiszteletdíjára, az pont annyi, mint amennyire még az egy. Viszont látva azt, hogy az alpolgármesterek a teendői ugyanúgy dolgoznak, tehát nem más alpolgármesterek, itt a saját szabadidejétől sokkal többet kell ráadózni, illetve egyszer munkát fog rájuk is fogolni, hiszen heti 3-4 napot a munkámmal fogunk költeni, de azt gondolom, hogy egy embernek meg kell belül lenne, viszont kettővel megosztva a feladatokat egy normálisabb módon el lehet kérni ezt a feladatot, és kihangsúlyozva úgy, hogy ez nem ilyen többet költség a településnek az egyik költségszinthez képest. Természetesen a véleményét a szavazás során elmondhatja, azzal, hogy az általán javaslatot is szerteszik, hogy esetleg az önáltal megkérdezett alkoholkodást is eljön, az eszemeszünk is lehetővé tesz a törvényen az elégtelni. Nem egyszerre szavazunk a két alpolgármesterről, külön-külön szavazunk természetesen, hiszen két külön személyre beszélünk. Ha van még bármi kérdésünk, akkor szívesen. Persze, akkor másik, amit szeretném volna megkérdezni, illetve, hogy említetted, hogy figyelj ciklus alatt a polgármester döntheti, hogy újra esetleg főállású polgármester lesz. Ha megválasztjuk a két alpolgármestert, és esetleg úgy döntesz, akkor abban az esetben is marad a két alpolgármester? Nincs az Isten, hogy még egyszer főállású polgármester. Nem tudhatjuk. Én tudom. Na, de most szeretném megkérni a tisztelt képviselőtestületet, hogy
titkos módon várják Bognár Barnás, igen, nem tartózkodom 1-3-ig, és azt követően a bizottságra egy rosszabb kísérletére kivonni, megszámolom, visszaúj, és nagyon a ismertet jelölt. Fogjuk megtenni. Jó, akkor a
Később az alpolgármesteri tiszteletdíjjal kapcsolatban következő előterjesztést szeretném olvasni önöknek, hogy a Csettintesség önkormányzatának képviselő testülete az elmúlt évben gazdai paradigmát és kettes bekezdésében foglalnak szerint a társadalmi jutású alpolgármester tiszteletdíját és költségtérítést az arányok szerint állapítja meg. 160 000 forint a tiszteletdíj és ennek 15%-a 24 000 forint a úgynevezett költségtérítés. Először akkor Bognár Balmabásról én sem szerint szóznak, viszont először szavazni kell Bognár Balmabás kizárásáról a szavazásból. Már bejelentik, hogy kizárásáról. Jó, akkor aki kérem támíti Bognár Balmabást a szavazásból, aki egyetértve az észreltetást kérdez. Meg a 6 igen, és egy tartózkodása nem fog megvallomást kizárni ebből a szavazásból, és akkor most az előbb említett 170 000 forint tiszteletdíj, 24 000 forint költségkerítés díjat, aki egyetét kérem készfeltartásra vezet. Jó, akkor 6 egyetét. Köszönöm szépen a bizalmat, tisztelt képviselő. Akkor 6 igen, nem megvallom. A következő, miért először állítok az előtt? Én
és lelkiismeretem befogadom, becsületemben és lelkiismeretem befogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. A bizottsági tisztségemből eredő feladataimat. Csepény település fejlődésének. Társad érdekében a lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Istenem, Köszönöm szépen. Illetve a lakosság és kommunális hulladékok begyűjtését a településen.
valójában a kis önkormányzatoknak a szavazati joga az elenyésző, ezért ez a döntés alapvetően szinte egy engesztőségű értelmel dönteni kell volna, mint az iskola választás. Van esetleg ezzel kapcsolatban meg bármilyen kérdése? Jó, ha nincs, és elfogadjuk a javaslatot. Talán Tamás még is értelme szintén, hogy kérem készenlátásra. Megállapítom, hogy ilyen mellett eltörlása felül. Következő a 9. pontunk, egyben a leghasznosabb napirendi pontunk a mai napon. Ugye ez a Búza-Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázathoz való csatlakozás 2025 évre. Ugye a település hosszú évek óta kapcsolódott már a Búza-Hungarikához, ahol alapvetően a felsőoktatásban résztvevő gyermekeknek a támogatását tudja biztosítani az önkormányzat. Csekély összeggel, de mégis az állam ezt kiegészíti úgy szintén 5000 forinttal, és szeretném annak kérni a tisztelt képviselőtestületet, hogy a jövőben is támogassuk a fiataljainkat azzal, hogy az önkormányzat becsatlakozik a Búza-Hungarikába. Ugye ezt követően lesz egy jelentkezési szakasz a felsőoktatásban résztvevő fiatalok számára, és az eddig gyakorlat az volt, hogy aki jelentkezett, hogy mindenki megkapta erre a szükséges hozzájárást az önkormányzattól, ezzel azért a szülők vállalását is terhet azért le tudunk venni. Szeretném kérdezni, hogy van esetleg bármilyen kérdés ezen a tudtak kapcsolatban. Ha nincs, és elfogadjuk a napirendi pont javaslatot, hogy csatlakozik Csepény a Búza-Hungarikához, kérem készenlátásához. Köszönöm szépen, hogy hét igennel. Ezzel mai ülésünk, első ülésünk, a lakulésünk végéhez értünk. Én nagyon szépen köszönöm a részvételt mindenkinek, és perspektívával szeretném kedveskedni a jelenlévőknek, és előzetesen szeretném mondani, hogy október 24-én este 6 órakor lesz a következő testületi ülés, azt a önkormányzatnál fogjuk tartani, ahol többek között a az SMS-ről fogunk dönteni, illetve az április keretében a szociális tűzfa támogatására fogunk dönteni, hiszen azt személyes fogadta a döntése. Köszönöm szépen, hogy itt eltöntjük, akkor vagy eltöntjük ezt a kis testet.